Már csak egy órák kérdése. Köszi. You can start, sister. I can go. This week in England, we've been having an important conference. Angliában ezen a héten egy nagyon fontos konferenciát tartottunk. Pope Francis has expressed a desire for inner healing to be available in the parishes. Ferenc pápa kifejezte azon vágyát, hogy szeretné, hogyha a belső gyógyulás elérhető lenne plébániai szinten. So we were having a meeting in England. És volt egy ilyen találkozunk Angliában. With priests in renewal and leaders. With over 25 of us all together. A megújulás papjaival és vezetőivel 25-en voltunk összesen. And the bishop was supposed to come, but at the last minute something cropped up. But everything will be reported to him, and he will report to the other bishops. És úgy volt, hogy a püspök atya is eljön, de utolsó pillanatban közben jött neki valami, hogy nem tudott velünk lenni, de készül erről egy beszámoló, amit majd ő meg fog osztani a többi püspökkel. We were talking about how to introduce this healing ministry into parishes. Arról beszélgettünk, hogyan tudnánk a belső gyógyulás szolgálatát bevezetni plébániai szinten. Because many people are not in charismatic renewal, and they don't have this opportunity. Mert nagyon sokan vannak, akik nem részesülsei a megújulásnak, és emiatt nincs lehetőségük erre a szolgálatra. And Pope Francis says there are so many wounded people. He'd like them to be getting this healing ministry. És Ferenc pápa elmondta, hogy nagyon sok sebzett ember van, és ő nagyon szeretné, hogyha ők gyógyulnának. Now, I was at the meeting on Wednesday, but yesterday I was traveling here, and I'm missing the meeting today. Ott voltam ezen a találkozón szerdán, tegnap ugye utaztam, hogy eljöjjek ide, és ma sem vagyok jelen ezen ennek a megbeszélésnek a további részén. Because I was asked to give a talk here, I didn't know whether God wanted me to stay in England at this important meeting or to come here. És mivel felkértek, hogy itt is tartsak előadást, ezért így nem tudtam, hogy most akkor Isten azt akar, hogy ide jöjjek, vagy ott maradjak ezen a fontos megbeszélésen. So I took a notepad and pen. Úgyhogy vettem egy papírt és egy írószert. And I said to God, if you want me to come to Hungary, what message do you want to give the people? És azt mondtam az Úrnak, hogy ha te azt akarod, hogy ide jöjjek Magyarországra, akkor mondd meg nekem, hogy mit üzensz itt a közösségnek. And immediately I started writing. És azonnal jött az üzenet. Okay, Lord, you want me here. Na jó, akkor tudom már, hogy itt kell lennem. Now I give you the message. És most elmondom ezt az üzenetet. This is the Lord speaking. Ezt mondja az Úr. The time has come to show my power. Elérkezett az ideje annak, hogy megmutassam az én hatalmamat. I will work mighty miracles. Hatalmas csodákat fogok cselekedni. And if most people do not repent, most people. És hogyha a legtöbb ember nem tér meg, the world will experience my punishment. Akkor a világ meg fogja tapasztalni a büntetést. I will withhold my protection. And the evil one will cause calamities and disease. Én visszatartom az én oltalmamat, és a gonosz nagy betegségeket és nagy csapásokat fog okozni. Now you experience my blessings and glory. Ti most megtapasztaljátok az én áldásaimat és az én dicsőségemet. But my patience and mercy will eventually end. De az én türelmem és az én irgalmamnak el fog érkezni a határideje.
pray and make sacrifices for sinners, so they will repent. Imádkozzatok és hozzatok áldozatokat a bűnösökért, hogy ők is térjenek meg. So God is wants to work mighty miracles in these days. Tehát Isten hatalmas csodákat akar cselekedni napjainkban. And when people see the miracles, then people turn to God. És amikor az emberek meglátják ezeket a csodajeleket, akkor ők Istenhez fognak fordulni. But notice God's warning. De van ebben egy figyelmeztetés is. If people will not stop sinning, ha nem térünk meg a bűneinkből, he will allow the disasters. Akkor meg fogja engedni ezeket a csapásokat. Very often, when people are happy, they won't bother with God. But if trouble comes or disaster, then in the last resort, they will turn to God. Amikor az emberek jól érzik magukat a bőrükben, akkor megfeledkeznek Istenről. De amikor eljönnek a nehéz időszakok és a csapások, akkor mindenképpen Istenhez fordulnak. But we have to work for conversions. A mi feladatunk az, hogy a megtéréseken dolgozzunk, megtérésekért. We must have a heart for the lost. És a szívünknek lángolnia kell az elveszettekért. A zeal to save souls. És lángolnunk kell azért, hogy megmentsük a lelkeket. And then I believe there will be mass conversions. És én hiszem, hogy akkor tömeges megtérések fognak történni. And then the disasters, we will be protected from them. És akkor oltalmazva leszünk a csapásoktól. Nem érkeznek el. In England, when they were making bad laws about animal and human embryos, amikor Angliában rossz törvényeket hoztak embriókkal kapcsolatban, I wrote a letter to the Prime Minister and said, if they don't have laws in accordance with God's laws, God will not protect Britain from disasters. Akkor én írtam egy levelet a miniszterelnöknek, amelyben elmondtam neki, hogy ha a törvények, amelyeket hoznak, ezek nem lesznek egységben az Isten törvényeivel, akkor csapások fognak érni bennünket. Isten nem fog megoltalmazni. But they didn't take any notice of me. De nem tették figyelembe. But now they are voting for a new government. Most viszont újra választások előtt állunk. And the Christians in England are having, the day before the voting, they're having a national day of prayer. És a választások előtt a keresztények egy nemzeti imanapot tartanak. And many will gather in Parliament Square outside the Parliament House. És nagyon sokan fognak összegyűlni a választások előtti estén a parlament előtt és más tereken, hogy imádkozzanak. Praying the right people will get into power. Imádkozni fognak azért, hogy a megfelelő emberek kapjanak hatalmat az országban. So please have a heart. Have a heart to pray and to evangelize, to make sacrifices, to reach people, to save people. És kérlek, vegyétek szívetekre ezt, hogy evangelizáljatok, hogy imádkozzatok az emberekért, hozzatok áldozatokat az ő megtérésükért. In England we are speaking, we are going out into the streets in twos. Angliában párokban megyünk ki az utcákra. With a little notice, prayers for the sick. És egy ilyen kis táblát viszünk magunkkal, ima a betegekért. And you know, when people see me, they always want to speak to me. És amikor az emberek meglátnak engem, mindig akarnak velem beszélgetni. And once three drug addicts sitting on a bench waved me over. És egy alkalommal három drogos ült egy padon, és integettek, hogy menjek oda, intettek. And they said, pray for us. És amikor oda mentem, azt mondták, imádkozz értünk. So I laid hands, prayed for them. Úgyhogy rájuk tettem a kezem, imádkoztam értük. And on another bench, about two or three benches away in the park, there was a Muslim from Syria sitting. És két-három paddal odébb ült egy szíriai muszlim. And he'd seen them go like this, and I came. Then he saw me do this. És ő látta, hogy ez a három fiatalember odahívott engem, és hogy imádkoztam értük. So he went.
Úgyhogy hát ő is integetett. So I went over to him. Oda mentem hozzá. And then he went like this. És azt... He did that to you, or? No, he wanted me to do that to him. És akkor így intett nekem. He wanted the blessing as well. Neki is kellett az áldás. The harvest is ripe. People are open. Az aratás készen áll, az emberek nyitottak. That's why I'm so happy the New Jerusalem people are doing evangelizing in Budapest. És ezért örülök olyan nagyon, az Új Jeruzsálem közösség tagjai kiállnak a metro aluljáróba evangelizálni. We have to reach out to people who don't go near a church. Ki kell mennünk a templomból az emberek közé. And another way, if you don't like going out into the street, hogyha ti nem szerettek kimenni az utcára, is hospitality. Akkor van az evangelizációnak egy másik módja, ez pedig a vendégszeretet. Invite someone to your house for a nice tea and nice cake. Hívd meg valakit magadhoz egy tejára vagy egy süteményre. And even if you don't start to talk about God, they will experience God in you if you're in a state of grace. És még ha nem is tudsz nyíltan igét hirdetni nekik, akkor is meg fogják tapasztalni általad Istennek a szeretetét, Istennek a jelenlétét, hogyha te a kegyelem állapotában vagy. And pray and sacrifice to save souls. Imádkozzatok és hozzatok áldozatokat a lelkek megmentéséért. In your own home you can say, Lord, use me to save souls. A te otthonodban ülve elmondhatod, Uram, használj engem a lelkek megmentésére. A lady from Venezuela. Egy venezuelai hölgy. Maria Esperanza, her name. A neve Maria Esperanza. Went to Italy and she married an Italian man. Elment Olaszországba és férjhez ment egy olaszhoz. So she was living in Italy. És így Olaszországban élt. And one night she could not sleep. Egy éjszaka nem tudott aludni. So 3 o'clock in the morning she was saying the rosary. Így hajnali 3-kor a rózsafüzért imádkozta. And she said, Lord, use my prayers to help someone. És így imádkozott, Uram, használd ezt az imát, hogy megments valakit. And you know, she bilocated to Venezuela. És ő akkor bilokált Venezuelába. And the young people, the youth were having a disco there. Ahol a fiatalok egy diszkóban voltak. It was 3 o'clock in Italy, but it was 9 o'clock in the evening in Venezuela. Olaszországban hajnali 3 volt, ez Venezuelában este 9. And 2 men had grabbed a girl and were dragging her away. És 2 férfi megragadott egy fiatal lányt, és elburcolták. And Maria stood in front of them and said, stop it, let her go. És ez a Maria Esperanza odaállt, ott jelent meg a 2 férfi előtt, és azt mondta nekik, hogy hagyjátok békén ezt a lányt, menjetek el. And they thought she was the girl's mother, and they let her go. És ők azt hitték, hogy ő a lány anyja, úgyhogy elengedték. Sometime later she went back to Venezuela to visit her family. Jóval később hazament, hazalátogatott a családjához Venezuelába. And she was in town. And the girl with her mother was there. And they met. And the girl said, "Mom, that's the lady that helped me." És ahogy otthon volt, találkozott ezzel a fiatal lányal, meg az anyukájával, aki szólt az anyukájának, hogy anya, ez az a nő, aki megmentett engem akkor. So can you see how powerful prayer is? Látjátok, ilyen hatalma van az imának. You might not be aware of bilocating, but your prayer can help someone somewhere. Lehet, hogy nem fogsz bilokálni, vagy nem leszel tudatában annak, de tudnod kell azt, hogy az imádságod, az imádnak hatalma van, ereje van. Jesus told Saint Faustina, if you say the Divine Mercy chaplet, it could save a dying sinner. Jézus azt mondta Faustina nővérnek, hogy ha elimádkozod az irgalmasság rózsafüzérét, ezzel megmenthetsz egy bűnös lelket. And I'm sure it will only take 10 minutes in Hungarian, just 5 minutes the prayer in English, but I'm sure it won't take longer than 10 minutes in Hungarian. És hát az irgalmasság rózsafüzére az angolul 5 perc, magyarul kicsit hosszabb, de biztos, hogy 10 percnél nem hosszabb.
And you could save a person who's dying, who's in danger of going to hell. És hát ezzel az imával megmenthetsz valakit, aki haldoklik, és aki abban a veszélyben van, hogy a pokolra jut. So you can evangelize even without going out into the streets. Tehát úgy is lehet evangelizálni, hogy nem mész ki az utcára. Saint Therese of Lisieux was made patroness of the missions, but she never went on the missions. Lisieux Saint Therese a missziók védőszentje, de egyetlen egy misszióba sem ment. Prayer and sacrifice is so powerful. Az ima és az áldozat nagyon hatékony. So please have a heart to save souls. Úgyhogy kérlek, vegyétek szívetekre a lelkek megmentését. And I ask you every day to pray for miracles. És kérlek, minden nap imádkozzatok csodajelekért. Because when people hear of miracles, they become converted. Mert amikor az emberek látják, hallják a csodákat, akkor megtérnek. And God wants to work miracles. És Isten akar csodát tenni. But he will not intervene in our lives without our permission. We have to ask him. De nem fog beavatkozni az életünkbe, ha mi nem kérjük. Nekünk kell kérni. In England, they're praying for big miracles. Angliában nagy csodákért imádkozunk. Because we have a lot of Muslims there. Mivel nagyon sok ott a muszlim. And a lot of them want to take over and get rid of the Christians and make Britain a Muslim state. És ezek közül nagyon sokan szeretnék átvenni a hatalmat az országon, megszüntetni kereszténységet és muzulmán országá tenni Anglián. And so they're praying for big miracles. Ezért nagy csodákért imádkoznak ott. You know, if someone says they're healed, the Muslim could think, or maybe they just think they're healed. Tudjátok, ha valaki meggyógyul, akkor a muzulmánok azt is mondhatják, hogy lehet, hogy csak azt hiszi, hogy meggyógyult. But in England, tangible things are happening. Angliában ilyen érinthető, megfogható dolgok történnek. I was at a meeting where gold dust came down. Egy olyan találkozón voltam, ahol aranypor szállt le ránk. And you know, people are beginning to take these miracles as kind of normal. És adott ponton az emberek már ilyen természetesnek veszik ezeket a csodákat. During the coffee break, the people on the next table, the one lady said to the other, "You've still got gold dust on you." Ezután az esemény után a kávé szünetben a szomszédasztalnál ültek ketten, és az egyik hölgy odaszól a másiknak, hogy még van egy kis aranypor az arcodon. So she just knocked it off, you know. Úgyhogy így leporolta magáról. And one man got a gold tooth, the gold filling at the same time as the gold dust came, he got a gold tooth. Egy másik embernek meg a foga változott ilyen aranyjá. And the poor man, everybody was coming wanting him to open his mouth to photograph the tooth. Szegény ember, hát ezt a csodát mindenki látni akarja, úgyhogy állandóan tátott szájjal kellett járni, hogy fényképezzék a fogát. And you see, in England, lots of people, their silver chains on their rosaries have turned gold. Angliában nagyon sok mindenkivel megtörtént az, hogy a rózsafüzérnek a szemei aranyá változtak. After visiting the shrine of Our Lady at Walsingham in England, and also Medjugorje, any shrines of Our Lady that they've been to, Their silver chain has turned gold. És sokakkal ez úgy történt, hogy elmentek egy zarándoklatra valamilyen Mária kegyhelyre, Walsinghambe, vagy Medjugorjebe, vagy máshova, és ilyen csodákat tapasztaltak. And even silver miraculous medals have gone gold. Hogy ilyen ezüst csodás érmek aranyá változtak. God wants to manifest his presence and do mighty miracles in our day. Isten meg akarja mutatni az ő jelenlétét, és hatalmas csodákat akar tenni napjainkban. Because he wants as many people saved as possible. Mert számára fontos, hogy minél többen üdvözüljenek. One lady took her gold to be tested at the goldsmith. Az egyik asszony elvitte ezt az átváltozott aranyat az ékszerészhez, hogy megvizsgáltassa, hogy mégis. And he said it's real gold. Aki elmondta, hogy ez valódi arany. But it's old gold. It's not the way they make it today. De ez nagyon régi arany. Ilyen aranyat ma már nem csinálnak. So
I'm urging you to pray for miracles. És ezért bátorítalak benneteket, hogy imádkozzatok csodajelekért. Now, years ago, I had a vision for Hungary. Évekkel ezelőtt volt egy látomásom Magyarországgal kapcsolatban. I saw thousands and thousands of golden shining people. Nagyon sok ezer aranytól fénylő embert láttam. And I'm thinking, how wonderful! God is raising up many, many saints in Hungary. És ugye azt éreztem, hogy milyen csodálatos dolog ez, Isten nagyon-nagyon sok szentet hoz most, emel fel Magyarországon most. Many holy people. Sok szentet. And you know, even Padre Pio has prophesied that God has a special plan for Hungary. És Pio atya is elmondta, hogy Istennek van egy különleges terve Magyarországgal. And he says, the Hungarian people will bring joy to all mankind. Azt mondja, hogy a magyarok örömet fognak hozni az egész emberiségnek. And I believe Our Lady obtained this grace for Hungary. És úgy gondolom, hogy a Szűzanya az, aki Magyarország számára kiesdekli ezeket a csodákat. Saint István dedicated Hungary to her. Mert Szent István felajánlotta az országot neki. And offered her his crown. Neki ajánlotta a koronáját. So it's very, very important that you pray for miracles. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ti imádkozzatok csodákért. Now I hadn't heard of Padre Pio's prophecy when I had the vision for Hungary. Amikor nekem ez a látomásom volt Magyarországgal kapcsolatban, én akkor nem tudtam semmit Pio atya proféciájáról. And I understood that all the surrounding countries in Europe would be affected, would be brought to faith through Hungary, through Hungarian people. De akkor azt értettem meg, hogy a Magyarországot körülvevő országok és egész Európára hatással lesz, sok megtérést fognak hozni a magyarok. And so I thought that lots of missionaries would be going out from Hungary to all the different countries. És én akkor azt hittem, hogy ez úgy fog történni, hogy Magyarországon nagyon sok misszionárius fog kimenni a környező országokba. But this morning during the praise, God showed me. De ma reggel a dicsőítés alatt az Úr megmutatta nekem, what his plan for Hungary was. Hogy mi a terve Magyarország számára. Instead of you going off for all our missions all over, people are going to be drawn to come to Hungary from many, many countries. De ahelyett, hogy ti mennétek más országokba, az Isten terve az, hogy más országokból fognak idejönni emberek. Isten ide fogja vonzani őket. The presence of God will be so tangible in this land. People will be drawn to come. Isten jelenléte annyira megfogható lesz Magyarországon, hogy ide fogja vonzani az embereket más országokból. And they will hear of the miracles. És hallani fognak a csodákról. And all the powerful interventions of God that is going to do here. És hallani fognak azokról az Istennek a különleges beavatkozásairól, amelyek itt fognak történni Magyarországon. So don't you think God has a wonderful plan for your country? Nem gondoljátok, hogy csodálatos Isten terve Magyarországon? I'm all right, I've got to watch the time. Kell figyelni az időt. Now, and today, the glory is going to fill this room, and God is going to manifest His power. Ma Isten dicsősége ki fog áradni, be fogja tölteni ezt a teret, és Isten jelenléte hatalma meg fog nyilvánulni itt köztetek. And this will happen during the adoration, during the glorious presence of Jesus. És ez a szentségimádás alatt fog történni, amikor Jézus dicsőségesen jelen lesz itt köztünk.
The praise has opened up the gates of heaven. A dicsőítés már megnyitotta a menny kapuját. And as we worship Jesus, és ahogy mi imádni fogjuk itt Jézust, the glories from heaven will stream amongst us. Az Isten dicsősége ki fog áradni köztünk. And just thank God in your heart what he's going to do today. És adj hálát, köszönj meg Istennek azt, amit ma cselekedni fog. God the Father is just going to shower blessings on you. A mennyei Atya áldásokat fog árasztani rátok. So during that time of adoration, say, I bless my family that are not here too, Lord. Úgyhogy ez alatt, az idő alatt majd imádkozz így, Uram, áld meg az én családtagjaimat, rokonaimat is, akik most nincsenek itt. And Jesus will come with ministering angels. És Jézus szolgáló angyalokkal fog, tehát angyalokkal fog jönni, és ők fognak szolgálni. And angels will move around. Angyalok fognak itt járkálni köztünk. And they will pray for people. És ők fognak ima szolgálatozni, közben járni értünk. We found that when we've asked God to come in glory, a lot of people are just healed at that time. Sokszor tapasztaltuk azt, hogy amikor hívtuk Istent, hogy dicsőségben jöjjön közénk, akkor az emberek megtapasztalták ezt. And a lot of physical healings happen. És nagyon sok fizikai gyógyulás történt. But we all need, often we need inner healing too. De gyakran belső gyógyulásra is szükségünk van. So after the first part of the adoration where God and Our Lady and the angels are ministering to us. Úgyhogy a szentségimádás első része után, amikor Isten, a szűzanya, az angyalok fognak itt közben járni értünk. Then the ministry team will then be praying with people who have problems, who need to speak out their problem and get prayer. Ezután pedig az imapárok fognak fölállni, közben járók, és ők fognak imádkozni belső gyógyulásért azoknak, akiknek erre szükségük van. Elmondjátok, hogy mire van szükségetek, és akkor ezért fognak imádkozni. And during this glory time, és ez alatt a dicsőséges idő alatt, the Holy Spirit will move in power. A Szentlélek erővel fog megnyilvánulni köztünk. And he's going to come as fire. Tűzzel jön el. And this fire is going to go into your mouth and into your heart. És ez a tűz a nyelvedre, a szádra és a szívedre jön. To put a new heart. Hogy új szívet adjon neked. To save souls. A lelkek megmentéséért lángol. To pray for the evildoers. Hogy imádkozz a bűnösökért, azokért, akik rosszat tesznek. And the fire in your mouth that your words will open hearts to God. És tüzet ad a nyelvedre, hogy a szavaid Isten, tehát hogy a száddal Isten szavait hirdest. And the Holy Spirit will come with a gift of joy as well. És a Szentlélek az öröm ajándékával is eljön közünk. So, I read about a man who had a death experience. Olvastam egy emberről, akinek volt egy ilyen halál közeli élménye. And as his spirit was going to God, to the light, és amint az ő lelke elindult a fény felé, several angels were walking with him. Nagyon sok angyal kísérte őt. So he said to the Lord, why are these angels with me? És ő megkérdezte az Urat, hogy Uram, miért vannak itt ezek az angyalok? And the Lord said, well, they helped you at various times in your life, so they're going to get a reward as well. És azt mondta neki az Úr, hogy hát ők azok az angyalok, akik életed folyamán különféle helyzetekben segítettek neked, úgyhogy jönnek veled, és majd megkapják a jutalmukat. Do we ask for the help of angels? Mi szoktuk-e kérni az angyalok segítségét? Padre Pio used to send his guardian angel on missions. Pio atya a misszióba küldte az őrangyalát. Some years ago in Birmingham, néhány évvel ezelőtt Birminghamben, we were troubled by drunken people staggering into our prayer meeting and disturbing us. Ilyen gondjaink voltak, hogy részegek jöttek be az ima alkalmainkra, és ott mindent felzavartak. So I asked God to put two angels at the door and keep these undesirables out.
És egyszer azt kértem az úrtól, hogy tegyen már két angyalt a bejárathoz, hogy ezeket a bajkeverőket tartsa kint. And we weren't troubled anymore. Tehát azóta nem volt ilyen gondunk. And because you see, the nightclubs in Birmingham have bouncers, strong men that keep out the troublemakers. Tudjátok, a szórakozó helyeken Birminghamben mindig vannak ilyen, hát ilyen, hogy olyan kidobó fiúk, hogy so kívül tartsák az ilyeneket. So we ask the angels to do that. Hát mi angyalokat kérünk erre. Another time in the prayer meeting, I asked God to put an angel at the door to draw in people passing by that God wanted to come in. De egy másik alkalommal viszont úgy imádkoztam, hogy Isten küldjön egy angyalt az ajtóba, hogy az angyal húzza be, vonzza be azokat, akiket Isten itt akar látni. And a man came in, and he stood there and he says, I don't know why I'm here. I was on the way to the pub. És bejött egy ember, és akkor csodálkozva állt bent, és azt mondja, hogy nem tudom, mit keresek itt, én a kocsma felé indultam, nem tudom, hogy kerültem ide. I didn't tell him it's because an angel pulled him in. Nem mondtam neki, hogy mert hogy angyal hozott. You might think I was a bit, you know? Biztos azt gondolta volna, hogy kicsit elmentem otthonról. But it's wonderful how we can call on their help. De látjátok, hogy kérhetjük az ő segítségüket. Another time we were having an intercessory prayer group in our chapel in England. Egy másik alkalommal ima szolgálatos közbenjárást tartottunk a kápolnánkban, Angliában. When one of the men in the group got a telephone call. Amikor a csoportunkból egy férfinek csörgött a telefonja. He had a house which was separated into flats, so he had tenants. Egy nagy háza volt, ami tehát különböző lakásokra volt felosztva, és itt voltak albérlői. So his tenant phoned him and said, you better call the police. Because there's a large group of men outside. Once again. Say it again, please. The tenant phoned him, he said, you better call the police. Majd a szó lesz, úgyis értetek. Mindjárt szól az is. It will. Yeah, one second. Na, a lényeg, hogy a bérlő telefonált ima közben, hogy jöjjön haza. There was a large group of men high on alcohol and drugs outside the house. Jó. Ez az. Tehát, hogy a... Még egyszer. Szóval a bérlő telefonált ima óra közben, ugye a közösségi tagnak, hogy otthon, hogy menjen haza, mert gond van, a ház előtt egy nagy csoport ilyen felemelt állapotban levő egyén, tehát alkoholtól, meg drogtól, értitek? Szóval ilyen nagy csapat van, akik ott rendetlenkednek, és itt cirkuszt csinálnak, és hogy itt baj lesz, be fogják törni az ablakokat, meg minden. They had already smashed the windows of cars in the street. Az utcán már összetörték az autóknak a szélvédőit, meg mindent. And Tom's tenant was afraid they were going to smash the windows of the house. És hát Tom a bérlői attól tartottak, hogy hát a ház ablakait is be fogják törni. Because the houses in England don't have fences and gates in front. Tudjátok, Angliában a házaknak, tehát a házak előtt nincsenek ilyen kerítések, meg kapuk, hanem szabadon vannak. So he said, call the police. Úgyhogy szólt neki, hogy hívd ki a rendőrséget. Now in the large city of Birmingham, it could be an hour before the police get there, and then the damage is done. Hát egy ilyen nagyvárosban, mint Birmingham, egy órába is beletelik, mire a rendőrség kiszáll, addigra meg már rég összetörték az ablakokat. So we ask God to send His angels to deal with it. Úgyhogy mi megkértük az Urat, hogy küldje el az angyalait, hogy ott oldják meg a problémát. A few minutes later, the man phoned back. Eltelt néhány perc, újra szól a telefon. And he said, "It's good you're well connected with the police. They've all gone." Azt mondja, nagyon jó összeköttetéseid lehetnek a rendőrségen, mindenki elment. So you see, we should get all the help. The saints want to help us.
Tudjátok, élnünk kell ezzel a segítséggel. A szentek akarnak nekünk segíteni. And when His glory streams into the room this morning, és amikor Isten dicsősége ki fog most áradni köztünk, all coming from the throne of God, az a dicsőség, amely Isten trónjától jön, Our Lady, Queen of Hungary, is kneeling in front of that throne, praying for you. Akkor a szűzanyánk, Magyarország patronája, ott fog térdelni veletek együtt a szentség előtt. And Saint István, Saint Imre, Saint Margit, the Hungarian saints, they're all there. They're interceding for you today. És vele együtt ott lesznek a szentjeink, és mindnyájan értünk fognak közben járni. And then ministering angels will come and move around the room. És szolgáló angyalok fognak körüljönni és szolgálni felénk. And so it's very wonderful what God wants to do. Tehát Isten csodálatos dolgokra készül. With our permission. Ha megengedjük neki. So we will pray and ask for God to do this during the adoration. Úgyhogy mi kérni fogjuk Istent, hogy ezt mind cselekedje meg a szentségimádás alatt. And you should say amen 3 times in case you missed the first amen. És háromszor fogunk amen-t mondani a végén, hogy ha ne találtál, nem figyeltünk volna oda az elsőre. Because everyone should be in agreement what they want God to do. Meg azért is, hogy egyszerre tudjuk elmondani, mert ezzel is kifejezzük azt, hogy igen, ezt egységben együtt kérjük Istentől. So it's very exciting the things, the plans that God has for Hungary. Úgyhogy Istennek nagyon izgalmas tervei vannak Magyarországgal. And please pray every day for miracles. És én kérve kérlek titeket, hogy imádkozzatok minden nap csodákért. Pray every day for conversions. És imádkozzatok minden nap megtérésekért. And when you say a decade of the rosary, if you say the flame of love in the Hail Mary, you get a soul from purgatory. És amikor imádkozzátok a rózsafüzért, ha elimádkoztok egy tizedet, és elmondjátok a szeretetlen betétet is, akkor a tisztító tűzből mentitek meg az embereket. So, in when you do a rosary, that's 50 souls praying for you and Our Lady for your intentions. 50. Jó. 10 each decade. Aha. Tehát, hogy minden egyes rózsafüzére lelkeket mentünk meg a tisztító tűzből, úgyhogy ha elimádkozol így egy egész rózsafüzért, akkor 50 lelket mentesz meg a tisztító tűzből, akik érted is fognak imádkozni. So look how many people you can help. Láthatod, mennyi lelken tudsz segíteni. In Syria, some Christians found a dead Islamist. Szíriában történt nemrég, hogy keresztények találtak egy ilyen iszlamistának a holttestét. He was being shot twice and he was dead. Két helyen is meg volt lőve és halott volt. And the Christians thought it's not right to leave his body there. We'll take him and bury him. És a keresztények azt gondolták, hogy nem hagyhatjuk itt a holttestét, elvisszük és eltemetjük. So they carried him to a place where they could bury him. Úgyhogy megfogták a holttestet és elvitték egy olyan helyre, ahol el lehet temetni. And as they were carrying him, they prayed for the salvation of his soul. És ahogy vitték, imádkoztak a lelkének megmentéséért. Now these Islamists have been beheading Christians there. De ezek azok, akik ott lefejezik a keresztényeket. And yet they prayed for the salvation of his soul. És ők mégis ennek a léleknek a megmentéséért imádkoztak. Isn't that wonderful? Nem csodálatos ez? In the meantime, his spirit left his body. Az ő lelke elhagyta a testét közben. He reported this back afterwards. Ezt később ő maga mondta el. And he was going towards the light. Elindult a fény felé. Then he said, Allah spoke to me. És azt mondta, hogy Allah szólt hozzám. They call God Allah. Mert hogy ugye ők Allahnak hívják Istent. And Allah said,
If you die now, Allah pedig azt mondta neki, ha te most meghalsz, for all eternity you will relive the beheadings, the people you've beheaded, and the cruel things you have done. Akkor örökkön örökké újra fogod élni mindazokat a borzalmakat, amiket te magad tettél, mindazt a lefejezést, amiben részed volt. And God caused him to become alive again. De Isten visszaküldte őt az életbe. Before they buried him. Mielőtt eltemették volna. So the Christians looked after him and tended his bullet wounds. És ezután a keresztények gondoskodtak róla, hogy felgyógyuljon, felépüljön. And a few days later he became a Christian. És nem sokkal azután megkeresztelkedett. So don't you think it's important to pray for these people, for their conversion, their salvation? Ti nem gondoljátok, hogy fontos, hogy mi imádkozunk ezekért az emberekért, az ő megmentésükért, az ő megtérésükért? To Aikido, again, from the Aikido, they're Muslims as well, another Muslim group. Jesus appeared to them. Volt két másik alkaidás, akiknek Jézus megjelent. It was during the Iraq War. Ez az iraki háború alatt volt. And told them to go to the American base, their enemies. És azt mondta nekik, hogy menjenek el az amerikai bázisra. And ask for the priest there. És keressék meg ott a papot. I think Christians must have been praying for conversions amongst them. Hát szerintem a keresztények imádkoztak az ő megtérésükért. So they went. And Jesus had told them to ask to be baptized. Jézus azt mondta nekik, hogy menjenek oda és kérjék azt, hogy megkeresztelkedjenek. És ők elmentek. So can you see what prayer can do? Látjátok, ez az imának az ereje. I am sure the Christians were praying for Saint Paul when he was persecuting them and putting men and women in prison. Én meg vagyok győződve arról, hogy a keresztények imádkoztak Saulért, amikor üldözte a keresztényeket, hogy megtérjen és Szent Pál legyen belőle. And then you'll have lots of people coming up to you in heaven say, "Oh, thank you so much. I'm here because of you." És milyen jó lesz, amikor a mennyben majd odajönnek hozzád a lelkek, akik azt mondják, hogy fú, köszönöm szépen a te imádnak köszönhetően lehetek én most itt. In England, we have in our community a Chinese man who was a Buddhist and is being converted. Az angliai közösségünkben van egy kínai ember, aki buddhista volt, de megtért. And so since he's life is now transformed by Jesus. He wants everybody to have the same. És mivel az ő élete tényleg megváltozott, ő is vágyik arra, hogy mindenkinek az élete ugyanígy átváltozzon Jézus hatalmával. See, he keeps buying my books and giving them away to people. Úgyhogy vásárolgatja a könyveket, amiket írtam, és ajándékozza az embereknek, hogy olvassák és térjenek meg. And it's good because we have over 70 people praying for the conversion of those who read my books. És a közösségünkben, tehát több mint 70-en vagyunk, akik napi szinten imádkozunk azért, hogy akik olvassák ezeket a könyveket, azok térjenek meg. I forgot to bring my books today, but I'll bring them this afternoon. Elfelejtettem könyvet hozni, de majd délután hozok. Anyway, this Muslim received from the Chinese man my book Outpouring of Divine Love. Volt egy muszlim, aki ettől a kínai közösségi tagunktól kapott egy könyvet, az Isteni szeretet kiáradása címmel. So he kept asking the Chinese man, what does this mean? What does that mean? És elkezdett kérdéseket feltenni ennek a kínai embernek, hogy hát ez mit jelent a könyvben, az mit jelent? So the Chinese man said, you should go to the author and ask the author. És hát ez a testvér azt mondta neki, tudod mit, menj el a szerzőhöz, kérdezd meg őt. So he came to me with all underlined the bits he didn't understand. Úgyhogy eljött hozzám ez a muszlim testvér, és hát alá volt húzva a könyvben mindaz, amit nem értett. First question. Első kérdés. You mentioned God the Father. Azt mondtad, hogy Atya Isten, írsz az Atyáról. Then you mentioned God the Son, Jesus. Aztán beszélsz a Fiú Istenről, Jézusról. Then you mentioned God Holy Spirit. Aztán meg a Szentlélekről, Szentlélek Istenről. There are not three gods, there's only one God. De hát nem három Isten van, csak egy Isten van. And I thought, oh no, to try and explain the mystery of the Blessed
Blessed Trinity, that's hard. Mondom, hát a Szent Háromság misztériumát most megmagyarázni, ez nehéz kérdés. This evangelizing is difficult. Elég nehéz dolog ez az evangelizáció. Anyway, he says, now I am your son, and if you need help from me or you need me to drive you anywhere, I will do it. Erre fel azt mondja nekem a muszlim, hogy hát akkor én most a te fiad leszek, és hogyha szükséged van valamire, vagy el kell téged kocsival vinni valahova, akkor szólj, és akkor én megteszem. He hasn't become Christian yet. Még nem keresztelkedett meg. Még. But I now have a Muslim son. De nekem most már van egy muszlim fiam. Has a physical illness that the doctors cannot cure. Van neki egy fizikai betegsége, amit az orvosok nem tudnak meggyógyítani. And the Chinese man said that if he went to me and I prayed for his healing, he'd get cured. És ez a kínai testvér meg azt mondta neki, hogy hát ha odajön hozzám és én imád